A szurkolóknak nagyon szépen köszönjük a szurkolást, oda tették magukat rendesen, ahogy eddig is tették. Mennyire vagy csalódott, hogy most nem NB1-es a Győrietó? Hát a csalódáson már túl vagyok, most már előre kell tekinteni. Soha nem fogom kieverni, mert erről nem a csapat, és nem a szurkolók tehetnek. Sajnálom nagyon, hogy most nem vagyunk NB1-be, de ez az NB3 közeg nagyon jó. Igazából, ahogy megvan ez az egy szem hátrány, hogy két osztállyal lejjebb kerültünk, úgy számos nagyon sok előny van. Például nagyon sok olyan ember visszatért a stadionba, aki az előző vezetés miatt nem járt ki. Hiába csúszott vissza két osztályt az Eto, a szurkolók kitartanak a csapat mellett, és az NB3-ban is lelkesen járnak meccsekre, és buzdítják a megfiatalított, kicserélődött csapatot. A hazai meccseken 2-3 ezer szurkoló buzdítja a csapatot, ezt még az élvonalban és a másodosztályban is irigykedve nézheti a többi csapat. A szakmai stáb, a közönség és a szurkolók egymásra találtak, mindenki bizakodva tekint a jövőbe. Azt látom, hogy kialakulóban van egy csapat, aki kezd játszani. Én szerintem idő kell és türelem. Fiatalok vagyunk nagyon, viszont szerintem nagyon jók ezek a fiatalok, sok jó megoldás van. És öröm nézni a játékokat. Teljesen friss minden. Új dolog, végre csak magyar futballistát látok, főleg győrieket. Tetszik, amit látok a pályán. A cél természetesen az osztályváltás a szezon végén, sőt az optimistább szurkolók már a két év alatt két osztályváltásról beszélnek. Azonban a vezetők építkezni szeretnének, és ehhez idő kell. Az NB3-at szerintem idén megnyerjük, az NB2 már nehezebb lesz. Néhány év alatt az is meg lesz. Ha rájöttesüket nézzük, hogy ilyen 4-5 év talán lesz, de ha 2 év múlva ott leszünk, akkor nagy buli lesz itt. Ez itt már pénzkérdés. Akár 1 éven belül lehet NB1, 2 éven belül NB1-es, előbb nem. Hosszú távú folyamat egy nehéz folyamat. Először az első lépcsőfokot szeretnénk meglépni, azt utána majd meglátjuk a többit. Hát reméljük minél gyorsabban, a leggyorsabban 3 év. A kezdő lépések jól sikerültek a harmadosztályba visszasorolt Győrnél. 3 meccs alatt 9 pontot gyűjtött a csapat. Mondhatni, üles léptekkel indult a célként kitűzött osztályváltás felé.